Az 1920-as évek elején épült az utóbbi időben raktárként és műhelyként szolgáló négyes épület tetőszerkezetének bontása során találtak rá azokra a különleges leletekre, melyek a 60. császári és királyi gyalogezred emlékét őrzik az Egri várban. Az ezred a 19. század végén és a 20. század elején állomásozott Egerben. Dr. Kelenik József, a Dobó István Vármúzeum igazgatóhelyettese szerint a lelet jelentősége abban rejlik, hogy eddig is voltak a birtokukban fényképek és leírások, de személyes tárgyakat ezidáig nem találtak még. Papírok, iratok, katonai jellegű iratok, érdekes módon helységleltárok, de falapokra írva, nagyon érdekes, meglehetősen nehéz eltüntetni vagy elveszíteni. Cipők, régi cipők, néhány ruhadarab, szó szerint darabka a ruhákból, és van egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon ritkaság számban menő honvéd kulacs is a 19. század végéről. Ezek kerültek elő. A tárgyak az ezred vezetésének és a hozzájuk kapcsolódó személyzet emlékét őrzik, hiszen a katonák több helyen voltak elhelyezve a városban. A várban egészen 1957-ig állomásoztak katonák. A Vármúzeum a restaurálás után kamara kiállítás keretében tervezi bemutatni a közönség számára.